Sziasztok! Ebben a videóban ezt a 100%-ig hamisítvány speed trap típusú szemüveget szeretném nektek megmutatni, kicsomagolni. Ez egy pár napja érkezett nekem az AliExpressről. Őszintén szólva, én először nem nagyon szimpatizáltam ezzel a szemüveggel. Első ránézés nagyon Bumfordinak tűnt, illetve kisé hasonlít, nagyon hasonlít a sí szemüvegekre, illetve ezekhez a full face bukókhoz használatos downhill, illetve cross motoros szemüvegekre, de nézzük is meg, hogy miről is van szó. Ez egy baromi nagy szemüvegtok, tehát ez biztos, hogy nem fogom hozzá használni igazából. Cipzár húzókáján is a 100% logó rajta van, itt is a 100% logó rajta van, de ez egy olcsó hamisítvány tulajdonképpen. Az eredeti szemüveg 180 dollár körüli áron mozog az interneten, ez pedig ennek a tizedéért, 17-18 dollárért beszerezhető az AliExpressről. Egyébként ez egy Peter Sagan Special Edition Limited verzió lenne. Itt látható benne, hogy mi jött a szemüveggel. Egy lencse karbantartó, illetve cserélő útmutató. Egy kis puhatok, rajta Peter Sagan logójával, illetve 100%-nak a logójával, illetve rajta van, hogy ez egy limited edition, tehát valószínűleg annyira limited, hogy ezt Kínában körülbelül több millió példányban gyártották már. Itt van maga a szemüveg, illetve a szemüveghez jár még kettő darab lencse, egy átlátszó, és egy króm füst színű lencse. Ezeket lehet egyébként beletenni még külön a keretbe. Én elsődlegesen azért választottam ezt a típust, mert úgy voltam vele, hogy ennyi pénzt megér kipróbálni. Egyébként nem adnék 180 dollárt ezért a szemüvegért, de így kipróbálni tökéletes, és elég jól megy a keretnek a színe, a bringámnak a színéhez. Úgy gondoltam, hogy egy próbát megér. Nos, ő így néz ki. Egy kékes színű tükrös lencse van benne. Elég csillagharcos kinézetű ez a szemüveg egyébként. Azt már kapásból lehet látni, hogy ez hamisítvány arról, hogy a festés az egyáltalán nem jó minőségű rajta. Tehát ezen a zöld kereten ezek a fekete részek, ezek mind festésként vannak felvéve. Nem tudom, hogy az eredeti szemüvegen ez külön anyagból van-e, de sok helyen látszik rajta festékhiba, illetve itt is a szélén látszik, hogy a nincsen rendesen kimaszkolva, és túlfut a festék egy-két helyen. Egyébként az összeszerelés minősége az jó, tehát konkrétan kiváló. A szára az nagyon szépen hangtalanul, passzentosan nyitzár. A fül mögötti részen a szárán egy hosszan végigfutó csúszásgátlós ilyen mésejt szerkezetű csúszásgátlós betét van. Ez is tök jó. A szára egyébként három pozícióban állítható. Ezt ki be lehet húzgálni, kinek milyen a fejmérete, mennyire lóg bele esetleg a sisakba, mert az szokott általában még a probléma lenni bringás szemüvegeknél, hogy felvesszük a szemüveget, és akkor a szár része az túl lóg beleír a sisakba, ott nyeszet el, buta hangot ad. Itt is láthatjuk a 100% logót, hát ez 100% hamisítvány. Az orgumi egyébként elég jó puhácskás. Ez egy baromi nagy méretű szemüveg, tehát mint mondtam, ez inkább ilyen sí szemüveg, vagy full face bukóhoz gyártott ilyen gumipántos szemüveghez hasonlít. El is hoztam összehasonlításképpen a fotokromatikus szemüvegemet. Látni, hogy ez egy lényegesen nagyobb méretileg. De kíváncsi leszek, hogy fog majd szuperálni ez bringázás közben. A színe az nagyon megtetszett, mivel megy a bringámnak a színéhez.
Nagyjából ennyi, szerintem ezt az árat megéri, egyébként rengeteg féle ilyen hamisítvány szemüveget lehet kapni a AliExpress-en, tehát ezeket a hamisított Oakley-kat, Brico-kat, mindenféle típust. Láttam én már erről több tesztet az interneten, hogy ezek mennyire váltak be. Nyilván a lencséknek a minősége, felületkezelése, karcálósága az az, amiben ezek lényegileg eltérnek, illetve ami az árkülönbséget adja, az az, hogy ebben aztán 0%-ban van jelen ebben a 17 dolláros árban az, hogy ezt valaki megtervezte, kifejlesztette, tehát azért a kutatásfejlesztésbe rohadt nagy lóvét beletesznek ezek a gyártók, tehát aki teheti és megtetszik neki ez a szemüveg, az mindenféleképpen eredetit vásároljon, azt javaslom. Ha bejön, beválik ez a szemüveg, és úgy gondolom, hogy ez nekem egy tartós használatra jó lesz, akkor elképzelhető, hogy a későbbiekben beruháltok egy eredetire, de arra, hogy kipróbáljam, illetve ezt az érdekes formát úgy megszokjam, arra szerintem tökéletesen megfelel ez a 17-18 dolláros kategória. Egyébként meg, ha nem válik be, akkor pedig remek lesz védőszemüvegként mondjuk fűnyíráshoz, flexeléshez. Ő így néz ki. Nézzetek utána az interneten. Elméletileg ez egy Peter Sagan Limited Edition 100% Speedtrap típusú koppintás. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, amennyiben tetszik, nyomjatok egy lájkot, és mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Köszönöm, sziasztok!